Tanár úr olvas Fáj Miklós kritikákat? Abszolút. És tetszenek? Már a mait is olvastam Péter Schreierről. Illetve hát ez ilyen nekrológ. Igen, igen, nem is kritika, de hát ez nagy megkönnyebbülés nekem. Most, mert ugye, miről beszélgetünk, ha azt mondja, hogy dehogy olvas. Hát, hogy miről szólnak miért ezek? Miért nem? Köszönöm. És tetszenek, tanár úr? Hát, hogy lehet ezt így sommásan megválaszolni? Nem tudom. Van amikor tetszenek, van, amikor nem annyira. Nem, hát sokkal inkább talán becsületesebb, ha azt mondom, hogy én nagyon-nagyon régóta készültem arra, hogy egyszer, őszintén szóval nem a mikrofonok társaságában beszélhessek Fáj Miklóssal, mert kérdéseim lettek volna. De miután ma nem én vagyok a kérdező. Nyugodtan tegye föl, én csak itt... Jó, 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 hát azt hiszem, ahogy haladunk, úgyis megkérdezem. Eljön még az időnk egyébként is, nem? Azt lehet tudni, hogy mi érdekelte Fáj Miklós? Azt is tudtam, hogy addig, ameddig dolgozom, nem fogom megtenni, mert nem szeretném. Egyáltalán, ahogy ő nem szereti, mint a beszélgetésükben hallottam, a közelebbi ismerettséget mindazokkal, akikkel dolgozik, akik a munkadarabjai, akikről ír. Úgy én sem szeretem a kritikusokkal való közelebbi ismerettséget. Miért? Ezt lehet tudni? Hát azért, mert ő az ő dolgát végzi, én az enyémét, és ha nekem nem tetszik, az nekem nincs közöm. Tudomásul veszem, és ezzel rendben van. A kérdéseim nem arról szólnak, hogy miért írt jót vagy rosszat, hanem hát, hogy mindjárt elsőt föltegyem, például az önbizalom. A kritikus mindent úgy mond, mint tutit. Tehát amikor ő azt mondja, például, hogy mondjak egy, amire emlékszem, hogy eljutok a kispolgári bölcsességig, akkor azt mondom, hogy ez honnan tudja? Vagy mi az egyáltalán egy kispolgári bölcsesség? De nem vonhatom felelősségre, mert végül is vagy értem, vagy nem értem, ő meg ezt állítja. Miklós, mi az a kispolgári bölcsesség? Azt nem tudom, azt sem tudom, hogy miért jutottam el odáig, de az biztos, hogy tehát arra senki nem kíváncsi, hogy hát én nem tudom, lehet, hogy igen, lehet, hogy nem, én most én szívem szerint most nem foglalnék ebben állást, tehát az nem egy kritikai, tehát úgy értem, a kritikus megjátsza magát. Van átmenet. De a kritikus mindig megjátsza magát, és azt gondolja, hogy ő most ezt megmondja, hogy ez jó vagy rossz. Tehát az olyan nincs, hogy azt mondja a bíró, nem képzelem magam bírónak, de az nincs, hogy azt mondja a bíró, én nem tudom, hogy az ember bűnöse vagy nem, hát most üljön 3 évet, aztán majd meglátjuk, hogy viselkedik. Tehát valamiféle kritika az óhatatlan valamiféle ítélettel együtt jár. Különben nem érdekli az olvasót. Tehát és gondolom, hogy az olvasó meg elég felnőtt az, hogy azt mondja, hogy hát ez hülye, hát az se tudja, miről beszél, vagy én is ugyanezt tapasztaltam. De hogyha az egyik azt mondja a másikra, hogy ez egy hülye, a másik meg azt mondja, hogy muszáj határozottan, kategórikusan beszélni, mert különben az nem is kritika, hogyha föltételezem, vagy megengedem a kételyt is magamnak, hogy nem vagyok halálbiztos benne. Aztán van még valami, ami ezzel rokon az én mesterségemben. Fáj Miklós, amíg tévékritikákat írt, most már nem nagyon. Nem, adik. Hála Istennek az egy. Ha én egy színészt megnézek, és kritizálom a játékát, és a jelenséget magát, amit ő a színpadra visz, akkor valamit megvalósított, és nekem nem tetszik. A magamfajta a civil mi voltában ma jelen, tehát ha azt írja mondjuk egy színművésznőről, hogy egy számmal nagyobb, hosszabb szoknyát kéne hordania, vagy hogy ebben a szerepben úgy néz ki, mint a vasorrubába,
akkor ezt a civil emberről mondja, és nem a szereplőről, mert ő ebben a műsorban, független attól, véletlen színésznő az illető, de ő ebben a műsorban önmagát vitte oda. Tehát vagyis ország, világ előtt azt mondom erről a hölgyről, hogy így meg így néz ki, ez és ez a véleményem, holott nem szerepet alakított, hanem most belegázoltam egy kicsit az illetőbe két lábbal. Én ezt sokáig én is így gondoltam, nem az első felét. Tehát, hogyha azt mondom rá, hogy olyan rosszul énekel, hát nem azt mondtam, hogy megölte az anyját, hanem azt mondtam, hogy rosszul énekel. Csak, hogy minden énekes azért többé-kevésbé a hangjával, meg az éneklésével azonosítja magát. Tehát furcsa módon ez a másik oldalról nem stimmel a dolog. Tehát ők ugyanúgy azt fogják érezni, hogy a lelkükbe gázoltam, ha azt mondom, hogy rosszul énekel, mert én a hangom vagyok, amikor kiállok a színpadra, és elkezdek énekelni. Ez, de nem a civil önmaga. Mihelyt énekel, a kritika joggal éri, vagy túlzó, vagy nem, de joggal éri. Meg lehet bírálni, mert ő valamit előadott. A civil ember, aki odaül és mondjuk műsort vezet, amúgy színész az illető. Tehát civil. Főleg a színész, akkor az az érzésem, hogy minden színész olyankor a riportert játsza. Tehát ő akkor fölvesz Nem. Hát ugye, ha azt nem játszok, akkor rosszul csinálja, amit csinál. Az a kijelentés jogos, tehát azzal nem vitatkozhatnék, de mondjuk nem játsza, hanem csak ez. Tegyük fel, riporter. Tehát a munkáját végzi. De a munkáját végzi. Tehát azt is lehet mondani, hogy ő nem civilként van jelen, bármennyire is szeretnénk. Tehát miközben a munkájának a rövid szoknyához? Hát, ahogy a külsejének miközben van egy televíziós riporternek a munkájához? Hát minden. Tehát ő, amikor kiválasztja, hogy a sárga ruhát veszem föl, vagy a pirosat, akkor eldönti, hogy most én mit akarok képviselni. Tehát a civil embert épp úgy meg lehet a civil mi voltában bírálnia. Egyébként valószínűleg meg lehet, mert én is elviselem. Tehát úgy értem, tudom, hogy ez nem kellemes, hogy az állat, miket beszél már megint, de ha ezt mondják, tehát elviselem, amikor a műpában valaki előttem ül, és hátrafordul, és azt mondja, ne haragudjon, de üljön el innen, mert én 10 000 forintot fizettem el a jegyét, és nem azért, hogy maga előtt üljek. Ez nem bírálat, ez egy kérés volt. De azért bírálat jellege, nem azt mondja, hogy jaj. Nem, mert nem húzva, én örökké szólhatnék mindenkinek. Nem, azért, én mögötte ültem, ő a közelségemet nem akarta elviselni. De mi volt a baj veled? Hogy én rosszul végzem a munkámat, és hogy ahelyett, hogy egy ilyen felvilágosító. Hát ez egy bunkó volt, már bocsánat. Tessék, civil mi voltában megbírálta most itt a rádióban, lebukott. Miklós, nem arról volt, hogy esetleg az öltözéket kifogásolhatta? Az öltözékemet szokták kifogásolni, de nem, a lényemet kifogásolta. Tehát azt mondta, hogy 10 000 forintért jöttem erre a Wagner opera, és nem vagyok hajlandó maga előtt ülni, vagy a maga közelség. Mondtam, nézzen akkor előre. Én magam mögött. Ezt hányan hallották, Miklós? Hát akik ott közelben voltak, mert úgy eltartott. Ja, most az illető, akiről mondjuk én beszélek, képzeletbeli személy legyen bár, az illető az egy országos nyilvánosság elé lépett, igyekezett a legjobb formáját hozni. A kritikusnak ez nem tetszett, ehhez speciál a munkájának nem sok köze van. Hát én ezt nem azt mondom, tehát azért nem agyvelők ülnek az asztalnál, tehát úgy, de... De, tehát ahogy mi itt most kinézünk, ahhoz is, tehát valamit nem civil, nem teljesen civil. Én a civil ruhámba jöttem, meg a Tamást úgy látom, de az, hogy az a civil ruhánk milyen, azért avval valamint mindenképpen információt adunk magunkról, ami vagy tetszik a nézőnek és a hallgatónak, vagy nem tetszik. Nem szeretném nevesíteni, de egy szaktársunkról, tehát egy riporterről te azt írtad, hogy sokáig nem foglalkoztam azzal, hogy ki hogy néz ki a képernyőn, de XY-nak ezzel a kinézettel nem szabadna televíziózni. Hát ez nagyon kellemetlen, de hát egy tévékritikus azt nem mondhatja, hogy
miközben mindannyian gondoljuk, hogy hát akinek hiányzik a frontfoga, az még se vezessen műsort a televízióban, mert az egy kicsit olyan ápolatlan benyomást kelt, abban a pillanatban a műsornak a rangja lemegy, vagy lényegtelenebbé válik, vagy nem figyelek oda, másra figyelek, nem arra, hogy mit kérdez, hanem arra, hogy miért nem csináltatja meg a fogát. Szóval azért itt a civilség és a szakmaiság nem válik olyan élesen, mint amilyen milyen kellemes volna, hogyha ezt szét lehetne szedni, de nem lehet szerintem. Tanár úr szerint a kinézet a számít egy televíziósnál? Igen. Igen. Ha tehetséges, ha van karizmája, onnantól kezdve lehet, hogy másodlagos, hogy hogy néz ki, nem? Nem értem pontosan. Egy ember fölöltözik a civil gunyájába, és bemegy a televízióba. A kezdetén például nekem rossz néven vették a főnökeim, hogy keresztbe tettem a lábam. Később azt is szóvá tették, hogy fehérin nyakkendőbe kell megjelenni. Ezek ostobaságok, ugye azóta bebizonyosodott, hogy ez semmit nem jelent. Ettől még valaki lehet nagyon buta, lehet jó, lehet rossz, de semmi esetre sem fontos. Tehát nem egyenruhát kell hordani, ezért mert a tévé kamerája elélünk. Lehet valakinek, én például, amikor ezt a 8 év előtti beszélgetést láttam, úgy véltem, hogy nem öltözött fel Fáj Miklós külön az alkalomra, fekete ingbe volt, és vagy sötétkék volt, nem tudom, megint élni. Igen, feketét nem hordok szinte. És akár honnan jöhetett volna, eszembe nem jutott azt mondani, hogy na azért egy kicsit elegánsabban is megjelentett volna. Na de azt nem érzi, hogy ezen sokat dolgozott, hogy eljusson ide, tehát az, hogy keresztbe tette a lábát. Tehát, hogy ezeket a lépcsőket be kellett járni, hogy a televízió az nem egy hivatalosság legyen, ahol öltönyös emberek elmondják, hogy mi van, hanem az otthonosság legyen, a család, a ötödik, hatodik családtag, a tévériporter, aki leül is, csak mesél, vagy... De hát, hogy áll, tehát úgy értem, hogy tehát ez, hogy is mondjam, nem mondhatja, hogy ez nem lényeges, hiszen nagyon sokat dolgozott azon, nem, hogy idáig eljusson. Egy csodálatos félmondatomat hallottam vissza ugyanebbe a beszélgetésbe, amikor azt saját magára mondta, hogy azt szeretném, és azt akarom, hogy olyan legyek leginkább, amilyen civilben vagyok. Ez számomra az egyik alap kérdés az én szakmámban. Azt szoktam mondani, hogy mindenki optimum az a mi mesterségünkben, hogyha a leginkább hasonlít arra a stúdióban a kamera előtt, mint egyébként amilyen. Ha az egyébként a nézőnek kevés, vagy a munkájához kevés, akkor nem kell csinálnia tovább. De aki meg tudja őrizni önmagát, tehát külön nem szerepel, érts, akár nem is öltözik külön ehhez, hanem ilyen normális civilben is, meg a kamera előtt is, ugyanúgy beszél lehetőleg, nem ilyen rekedtem, mint én most, de minden esetre ugyanúgy beszél, és lehetőség szerint ugyanazzal a kifejezésmóddal, tehát nem változik el. A tanár úr honnantól számítja mondjuk úgy a vitraiságot, amikor azt mondja, hogy teljesen megtalálta a posztalanságát, az önazonosságát? Nem tudok válaszolni. A kezdetektől nem érzett magán soha semmilyen... Én a kezdetektől se tudtam, mit csinálok, hát fogalmam nem volt. Kedves hallgatói, mondtam a elsőbe, nem tudtam. De amikor már egyszerűen beleszerettem a dologba, mert nyilvánosság előtt meglehetősen suta voltam, nem szerettem társaságba sokat dumálni, föltűnni, figyeltem inkább, talán gondolom. És akkor jött ez a cső, amelyik előtt jól éreztem magam, el tudtam felejtkezni arról, hogy ez nagy nyilvánosság előtt van. Természetesen benne van a veszély annak, hogy az ember úgy viselkedik közben, annyira otthonos, hogy az már egy kicsit sok a jóból. Tehát amikor egymásnak röhögnek például a stúdióba, amikor nem érti senki más, amikor nem veszek tudomást a nézőről,
Egy ideig ez is mendemonda volt, úgy alapszabály, bocsánat, a mi szakmánkban, hogy az a legjobb, hogyha, mintha kulcsukon át lesnének be rájuk. Én azt mondom, ez egy marhaság. Éppen ellenkezőleg az a legjobb, egyáltalán a legjobb, hogyha azt érzem, hogy engem invitálnak ezek, a jelenlétemet igenis érzik, tudomásul veszik, trükkjeit is alkalmaztam annyiban, amennyiben kikiszólogattam néha, nem csak kinéztem. De aztán ez természetemmé vált, körülbelül itt lehetett, hogy mégis válaszoljak. Az a pillanat, amikor úgy éreztem, hogy ez az körülbelül, most vagyok otthon, itt is. Miklós, te mennyire követted a tanár úr pályafutását? Hát ahogy minden, az nem volt mese, tehát én ebben nőttem föl, hogy ő van a tévében, ő közvetíti a labdarúgó meccseket, öt szem közt, csak ülök és mesélek, akkor kezdtem egy kicsit már elfordulni a tévétől, mire ez idáig jutottunk, de hát gyerekként, tehát azért tudom, hogy miről beszélek, amikor azt mondom, hogy nálunk ugye öt tagú volt a család, ő a hatodik családtag, tehát az ember ezt úgy ismerte, azt az arcát, amit meg akart mutatni, vagy amit hajlandó volt megmutatni magából, mert ő azért ilyen szempontból amit most mondott, hogy ő a társaságban mindig rejtőzködő volt, ezt tulajdonképpen megőrizte. Tehát tulajdonképpen semmit sem lehet tudni róla. Tehát valaki úgy élte le a évtizedeket a nyilvánosság előtt. 60. 60. Pont. Így. Napra. Tehát úgy élte 60 évet a nyilvánosság előtt, hogy lényegében semmit se fedett fel magával. Ez tulajdonképpen brilliáns. Vagy úgy értem, hogy párját ritkítja, tehát nincs rajta a fogás. És azt nyilván, hogy érted, hogy semmit nem fedett fel magából? Úgyhogy nem tudom igazából. Tehát tudom, hogy kíváncsi, tudom, hogy bárkivel el tud beszélgetni, de még azt is tudom időnként, hogy mit gondol arról, akivel beszélget, de hogy ő maga ki a helyzet nélkül. Tehát nincs riportalany, vagy nincs olimpiai döntő, nem úszik az Egerszegi Krisztina, vagy nem tudom mi. Azt nem tudom. Azt ő megőrizte magának. Ez neked járt hiányérzettel? Nekem nem. El tudom képzelni, hogy van akinek ez hiányzik, és azt mondom, hogy tehát ez, hogy valaki ezt nem hibázza el, amit ő nagyon ravasz, mert közben azt mondja, hogy a civil élet és a nem civil élet. Tulajdonképpen a civil élet az be van csukva a dobozba, és sosem téveszti el, hogy most melyik doboz a tetejét nyitom ki, a hivatalosat vagy a civilt. Ez nekem nagyon imponál. Ez így van, tanár úr, ezt meg tudja erősíteni? A vicc az, hogy erről az jut eszembe sajnos, pedig hát igazán el kéne lágyulnom, az jut eszembe, hogy és mégis nem átallotta valahol azt leírni egy másról írt anyagba az én dicséretem kapcsán, vagy elismerő szavakkal illetve, hogy hát azt, amit a Vitrai a sportról tud, ezt egy fél óra alatt meg lehet tanulni. Írta. Fáj Miklós. Igen. Kicsit túloztam. De jó, persze. De érzi, amire gondoltam, jó, hogy hát nem az, érzem. Hogy igen, hogy tehát, hogy ahogy ma kell közvetíteni, hogy az ember tudja, hogy 2015-ben hány métert futott Cristiano Ronaldo a, nem tudom, EB döntőben, vagy nem tudom, akkor nem is volt EB. Tehát, hogy ez a fajta adathalmozás és szakmaiság, vagy az akkoriban, tehát elegendő volt egy tájékozott nézőként odaülni És hát ezek, tulajdonképpen ezekből lettek aztán a maradandó Tehát az úszál kicsi lány, az nem szakmai, de mégis nagyon erőteljes viszonyulás a pillanathoz, és hát velünk marad, amik... Hát ez velünk marad. Véletlenek, szóval ez az pont, hogy szemben spekulatív elérni. Az teljesen világos. Az adat arra kell ennek a magamfajtának, hogy ne legyen bajban.
de egyébként fölhasználni nem sok értelme van. Egyébként hadd mondjak valamit cserébe, hogy egyszer, nem tudom hol, nem tudom ki, szóval nem is így őriztem meg, társaságban valaki elkezdte őt szídni. Mármint Fáj Miklós, hogy a hallgató is tudja. És hát néztek rám, ugye én vagyok a öreg televíziós, néztek rám, hogy mikor szólalok meg, és mondtam, hogy én nem sokat láttam belőle, akkor már láttam ezt a kettejük akkori beszélgetését, de állati hasonlít rám. És tényleg, ahogy hallgatom is, és ami az álláspontja, és amit a kétszer meghallgattam ezt a beszélgetést, és arra voltam például kíváncsi, hogy mit írna erről Fáj, ha nem lett volna szereplője. Hogy megkímélte volna például, ami mostani házigazdánkat, olyasmitől, amikor például szerintem a hézagos, amit az enyém is hézagos, de mondjuk nem annyira, zenei tudása folytán többszörösen párba állította a kantátát és az operát, azzal, hogy te hallgattad folyton a kantátákat és az operákat. Hát ez így nem stimmel, igaz? Igen, vagy csak ezt a, ha leírja, nem ha nem megy át. Na de hát így van. Szóval szerencsénk volt, mert ő akkor utána megkérdezte tőlem, hogy mi a véleményem a produkciójáról. Tehát ő akkor még egy fiatal riporter volt, aki azt gondolta, hogy van ott egy kritikus, akkor megkérdezi. Azt nem mondtam neki, hogy de nyilvánvaló volt, hogy nagyon felkészült, de most tényleg dicsérjük őt? Vagy? Nyilvánvaló volt, hogy felkészült, és nyilvánvaló volt, hogy nincs kitalálva a fazon maga. Tehát, hogy amiről megint ugye, hogy most a civil, nem civil, ő annyira civil volt, hogy azt mondja, mert most de valami jelezzed, hogy te nem az első ember vagy, aki bebotlott a stúdióba, és tehát valami üzenetet kell adni a nézőnek, az uglói nézőknek. Igen, ez még az Ugló TV-ben volt, mondjuk el hallgatott a 2012-ben. Hogy ő egy hivatalosság, és nem az van, hogy megkértük az első utcán járó embert, hogy jöjjön már be, aztán csinál, beszélgessen ezzel emberrel. Szóval, és hát ezt ő meg is tanulta egyébként, nyilván tőlem függetlenül, tehát nem azt akarom mondani, hogy ez bármi szerepen volt ebben, de hogy az, hogy ő most egy ilyen szemüveges, kopasz, zakós ember lett, az azt jelenti, hogy kitalálta önmagát, vagy valaki őt kitalálta, hogy mégis ő most ő a riporter. Ha valaki most így ránk néz, akkor tudja, hogy ki a riporter és ki a riportalany. Igen, mi e-maileztünk akkor, hogy majd beavatódjanak a hallgatók, és te ezt emelted ki. Én szó szerint emlékszem arra, hogy mit írtál, de nem akarom ezzel fárasztani igen, a hallgatókat. Te elsősorban a ruházkodást, a szemüvegem és a fölcsapott zubbonyomat, konkrétan ezt említetted, zubbonyodat, kérted, hogy hagyjam el, te ezt kifogásoltad elsősorban, és megint odajukadunk ki, hogy igenis számít ezek szerint a kinézet, pontosabban az öltözködés. Hát szóval hiába próbálunk úgy tenni, mint a boldog hippi időkben, hogy mindenki vegye, szóval nem üzenünk magunkról a kardigánnal, a pólóval, a zakóval, nincs mese. És a tanár úr mit értett az alatt, hogy mennyire egyivásúak, mennyire nagyon hasonló habitusú ember? Én szerintem ő is társaságkerülő, nem villog, figyel, és úgy ítélkezik, megengedi magának azt a luxust, hogy amit gondol, azt le is írja. Na, ebben különbözünk. Ez már a kettőnk foglalkozásából is ered. Én pusztán azért is tettem szóvá azt, hogy hát a kritikusban nem lehet kételj, nem vetheti föl úgy, hogy talán egy kicsit lehetett volna hosszabb is, vagy mit tudom én, nem tudok most idézni. Más sincs, csak tényleg becsület szóra mondom, más sincs a kritikusban, mint kételj. Tehát a kritikusság is egy szerep. És ráadásul én folyton azt érzem, és egyre erősebben érzem, hogy nem úgy gondolkodom, hogy lépésről lépésre A, B, C, és a végén eljutok egy eredményre, hanem tudom az eredményt, és utána úgy rakosgatom az A, B, C-ket, hogy az az eredmény jöjjön ki. Tehát, hogy valahogy az egész sokkal zsigeribb, és sokkal
leülhetem, és ezt nem szeret, nem tetszik, amit hallok, vagy nem tetszik, amit látok, és akkor próbálom, vagy tetszik, amit látok, de nem akarok folyton negatív szerepben lenni, és akkor próbálom úgy rakosgatni az érveket és a megfigyeléseket, hogy az jöjjön ki eredménynek, hogy jaj, tetszik, hát persze, hogy tetszik, hiszen ez jó. De tehát szó sincs arról, hogy az ember tudná, hogy mi az igazság. Azt nem. De aki szól, hogy ennek egyszerűen nincs műfaji kerete. Tehát ha nem tudod, mi az igazság, akkor ne írják kritikákat. És ha valaki nem tudja, mi a különbség a kantáta és az opera között, és mondjuk egy zenekritikussal készít interjút, az cikki, ha bevállalja, hogy ő nem ért a komoly zenéhez, noha az ember érdekli, vagy az már egy hiátus, hogy valaki, ha a zenekritikussal beszélget, nem tudja a bárki megnézi, még a régebben, mikor még műveltségi vetélkedők voltak, amin a legokosabb emberek is mindig elbuktak, az a zene volt. Tehát ha mindent megválaszol, a legbonyolultabb, legvalószínűbb kérdésre válaszol, de ha miből áll Puccini triptihonja volt a 10.000 forintos kérdés, azt nem tudta, szóval, vagy tippelte. Szóval nem. Tehát, hogy állandóan ez van, hogy a zene, az annál rosszabban csak a képzőművészet áll, hogy mintha nem volna, vagy nem lett volna régebben az általános műveltségnek a része, vagy kevésbé volt. Tehát én igazán nem várom el se a politikusoktól, hogy koncertre járjanak, se a riporterektől, hogy tisztában legyenek az operák történetével, vagy az operák könyvét olvasgatják. Nem. Egyet értesz azzal, amit a tanár úr mondott, hogy szemlélődő, nem társaságkedvelő. De, hogy nem társaságkedvelő, egész lenni. Biztos. Igen, az ember azt tudja magáról, hogy az szenvedést okoz neki. Miért okoz szenvedést? Mert hát nyilván ez a magából, tehát tulajdonképpen ez visz a kritikussághoz. Az emberben van egy belső bizonytalanság, hogy ki vagyok, hogy az jó-e, vagy nem jó. A kínjában, hogy ez valamennyire oldja azt a bizonytalanságot, elkezdi a többieket figyelni, és magába bírálni. Jó, igaz, hogy én kövér vagyok, de még sokkal kövérebb. Igaz, hogy én hülye vagyok, de még sokkal hülyébb nálam. Igaz, hogy kopasz vagyok, de neki még annyi haja sincs. Na vigyázz, mert ez támadási felületet adhat a kritikusaidnak, ez mintha egy ilyen belső szeretetlenségből fakadna a te vélelmezett rossz indulatod, nem? Igen, nem. Tehát ebből rossz indulat kialakulhat, vagy meg is lehet haladni, de az biztos, hogy nem belső szeretetlenség, belső bizonytalanság. Tehát az, hogy nem tudod, ki vagyok, de próbálod másokhoz mérni magadat. De milyen sajta bizonytalanságot képes elidézni? Az életben, mi a helyem ebben a társaságban, nekem most itt ülni kell a szélén, ülni kell az asztalfőn, föl kell állnom az asztalra, és énekelnem kell, vagy elnézést kérve menjek ki a vécére, és csak másfél óra múlva jöjjek elő. Tehát mit csináljak magammal? Ez azzal jár a te az esetetben, életben. Hogy te szorongsz? Nem szorongok, mert az ember megtanulja a hülyeségét elfogadni. Tehát eljön egy pillanat, amikor rájön, ez mit hülyeség, de ebből állok. És abban a pillanatban ez akkor a helyére kerülnek az dolgok, nem tudok róla, hát bocsánat, hülye vagyok, vagy ostoba vagyok, vagy rossz indulatú vagyok, vagy jó indulatú vagyok, vagy elfogult vagyok, vagy bármi vagyok, tehát egy idő után az ember rájön, hogy ez vagyok én. És mi sajnálatos, szóval szívesebben lennék egy különb ember, de hát milyen lenni a kedved szerint? Külsőleg vagy be, hát szupermen, hát szóval nem tudom, tehát mint aki mindent tud, mindent ért, mindenkivel jót cselekszik, tudja, hogy mi végre jöttünk a világra, végtelen türelemmel elfogadja a mások gyengeségeit és erősségeit, és elfogadja a saját gyengeségeit és erősségeit. Én szerintem még ez az utolsó, még ami ez a legközelebb jutottam, hogy a saját gyengeségeim már nem bosszantanak. Nem őrzöm őket, és nem képzelem, hogy azokat védeni vagy mentegetni kell, de legalább nem idegeskedek attól, hogy jaj, de hülye vagyok már, meg jaj, mit mondtam, nem kellett volna. Tehát, hogy ez kimegy az emberből. De ez minek volt köszönhető, hogy hát ez elmúlt? Hát akkor. Tehát egy idő, nem tudod az életedet így tölteni, hogy tehát így is ugye emlékszem, mikor egy barátomnak megszületett az első gyereke, és azt mondta, hogy amíg nem születik meg, addig lehet gondolkodni azon, hogy mi az értelme. Amikor megszületik a gyerek, akkor tejet kell adni neki, meg kenyeret, meg ezért. Szóval abban a pillanatban sok minden a helyére kerül. Tehát nekem nincs gyerekem, tehát az egész sokkal tovább tartott, hogy eljusson az ember, hogy hát ez van.
és ebből kell kihozni a legtöbbet. A tanár úr esetében a távolságtartás, vagy ez a fajta szemlélődés. Azt mondta az egyik interjúban, hogy ez egy kényszerviselkedés volt, mert ön begubózott, és meg akarta óvni saját magát a mások kérdéseitől. Milyen fajta kérdésektől próbálta óvni magát? Ez a televízióra volt jellemző, azt mondta, amikor bekerült a televízióba. Ezt meg kell ismételni, mert nem értettem pontosan. Begubózott, mikor bekerült a televízióba, ezért szó szerint idézném, egy kényszerviselkedést erőltetett magára, amit sokan gőgösségnek gondolhattak. Nem tudom azt, hogy minek gondolják. Az nem azonos azzal, amit az ember érez, ugye, kezdem ezen. De én azt hiszem, két lehetőség van az ilyenfajta karakter előtt. Az egyik, hogy mint jó magam, hogy magára erőlteti a lehetőségét annak, hogy viselkedjen, és én ezt választom. Ha föloldódom, akkor el tudom viselni magam, tehát nem szégyenkezem, és nem ijedezem, de inkább kedvemre való, ha előbb azt látom, hogy hát mennyire magam fajták, mennyire hasonlítok, mennyire tudok ebben a közegben megnyilvánulni. Ez bizalmatlanság, vagy önbizalom hiány inkább? Mit tudom én. Hát az ember, önmagamat nem elemeztem ebben a tekintetben. Én nem elemezte? Ez most meg? Átlásos voltam mindvégig, és bizonyos részét mind a mai napig megőriztem. Milyen helyzetben írja magát tettem, hogy átlásos? Hát egy gyerekkoromban szegény voltam, rosszul öltözött, kicsi maradtam. Tehát megvoltak az okaim, én ezeken kotoltam sokat. És aztán, amikor már nem volt jelentősége a dolognak, mert a televízió kameráján nagyjá is lehet tenni a legkisebbet is, és fordítva. Akkor még azért a nyomokban ott viseltem, szóval nem tudtam igazán felszabadulni. Amikor úgy éreztem, hogy ezek olyasfajta emberek, mint jó magam is, tehát nem se nagyképűnek nem tűnnék, se túl butának, túl hozzá nem értőnek, és olyanban mondok véleményt, akkor valószínűleg felszabadultabb lettem. Tehát sokáig gyanakodtam minden közegben. Egyébként szerintem mindenkinek az a benyomása, vagy a véleménye önről, hogy egy ilyen szakasztott nagypolgári létbe születhetett bele. Holott nem így volt. Nagypolgári létbe. Az ízlésessége. Azért, hát tanár úr, az ízlés... Itt mellettünk valaki, aki megmondta, hogy a kispolgári bölcsességig jutottam el. De érti, mire gondolok. Csak nem, ezt azért teszem egyébként, mondom még egyszer, mert nem tudom, mit jelent. Isten bizony, nem tudom. Hogy mivel van szembe, milyen a jó, a másik. A szókor az észi bölcsesség. Amit meg kell mondanom. Igen. És azt is, hogy például itt az én kritikusom a hátteremet kihagyta. Most nem fogok filozofálgatni. Akikhez én beszélek, azoknak benne kell lennie abban, hogy értsék, amit mondok. És ez egy vagy mi réteg nyelv, még akkor is egy nagyon széles réteget érint. A konkrét eset is azért, hogy úgy mondjam, bökötte a csőrömet, mert egyrészt amikor leírta 2001-ben, hogy egész precíz legyek. Őrzi a sebeket azért. Akkor egy 1977-es műsorról írt. Ez már akkor volt ez az összefoglaló sorozat, már egy címét sem tudom, amit csináltam, azt hiszem 20 részben az összesből legyen. Ja. Nem tudom, mi volt a cím. Ez a Magyar Televízióban ment. Kritikus biztos tudná. Nem? Nem. Szeretném, de nem. Nem, csak hülyéskedem. Na, szóval a lényeg az, hogy tehát 13 évvel korábbiról írta, hogy nem is az volt a baj, hogy fekete-fehér, az egész jól kinézett, de olyan laposak lettek a riportok, és akkor elemezte.
nem is mondom, hogy nem volt igaza, de 13 évvel utána voltunk valaminek, közben kiszínesedett a televízió, közben a középszinten járó Vitraiból lett egy tapasztaltabb ember. Másként dolgoztam, és a 2001-es évben állapította meg a 13 év előttit. Ez a saját háttere, tehát az se volt ott. És nem volt ott az, akikhez szólok. Egyébként mindezt, amit most előhoztam, nem akkor olvastam, hanem most, mert készültem. Tessék. Igen. De hát szóval nyilván még csak azt nem is vettem észre, hogy ez olyan rosszul hangzik, hanem azt gondol az ember, hogy persze a televíziózás maga egy kis polgári foglalatosság, ahogy mondta is, hogy akikhez szólok, az igen, szóval a Gróf Széchenyi István az nem tévéd. Szóval, hogy ezen belül bölcsnek is lehet lenni. Szóval nem is, tehát az ember úgy bánt meg másokat, hogy észre se veszi. Nem volt bántó annyira, csak nem értettem, tényleg. Tehát, hogy előtte valami... szépen öregettem, ezt is mondta, meg sok szépet mondott róla, abban. Bár róla mondanak, ilyen szépeket. De... A címet rögtön magamra értettem, mert másról nem volt benne szó. Tehát nem voltam én megsértő, de mondtam, miért, hogy kispolgári bölcsesség. Hát kiknek beszélünk, hogy lehetőleg minél több értsen. Igen, és hogy mi minél többen jussanak a bölcs konklúzióra. Szóval nem látok benne. Közbevetőleg egyetlen kérdés, amely ezzel azért összefügg. Ha nem kellett volna tévékritikát, szóval nem vállalkozott volna arra, hogy tévékritikákat írjon, nézte volna a tévét? Nem, ez, ahogy az ember ment előre, egyre drámaibb volt, tehát, hogy már azt az egy műsort megnézni, tehát az nem ember. Nézte volna. Tehát nem néztem eleget, biztos, hogy nem néztem eleget. A tévékritika az pont olyan volt az élet és irányom, amit senki se szeretett sokáig csinálni, mert de kellemetlen, amit mondok, valahányszor elolvas egy könyvet, megelmegy egy koncertre, vagy színházba, akkor azt érzi, hogy iszonyatosan gazdagodtam, és még írok belőle egy cikket. És a tévénél meg azt éreztem, mert főleg, ahogy jöttek a kereskedelmi tévek, hát megnézem én a Marsi Anikót, vagy bárkit, de örömöm nincs benne, tehát gazdagodni nem, tehát az első pontja az egésznek, hogy a lelkem kivirul a fókuszt, vagy a bármit nézve, az hiányzik, tehát az élvezeti része, az hiányzik. Nem akarok beleszólni a dolgában, de beszélhessünk a zenéről inkább. Tévéről több szót nem nagyon érdemes ejtenünk. Egyetlen egyet hadd kérdezek meg ezzel kapcsolatban. Hogy tapasztalod? A tévések sértődékenyebbek, mint a zenészek? Nem, de visszabeszélősebbek. Tehát tekintve, hogy ők is újságírók, tehát amikor tévékenyebbek, akkor több az érintettektől több reakció jött. Dühöttebbek is? Hát nyilván a zenészek és dühösek csak nem írják le. Szóval nem hiszem, hogy ha valaki azt mondják, hogy... most hagyja abba, akkor azt mondja, tényleg abba hagyom, hát milyen jó ötlet. Ugye rólad köztudomásul, hogy nagyon korán barátságba kerültél a komoly zenével, csak az érdekelt egy idő után. De hát nem volt olyan korán. Hány éves voltam? Egy késői kezdő voltam. Nekem tehát a gimnáziumban kezdtem el komoly zenét hallgatni, és az első opera előadása 1986-ban Pavarotti a Bohém Életben. Én addig az opera közelébe se mentem. Tehát én pont egy késői kezdő vagyok, az más kérdés, hogy azt azért már láttam, hogy ez engem foglalkoztat. Tehát azt mi arra... foglalkoztatott benne? De, nyilván az absztrakt volt. Tehát, hogy annyira nem tudja az ember, hogy egyrészt mi történik, miért hat, hogy, tehát ez egy, és most már tudom, hogy nem is fogok megérteni. Tehát ráadásul eljutottam odáig, hogy hát látom az út végét, már nem tudom, hogy az egy hónap múlva következik, vagy 30 év múlva, de hogy nem úgy fogom elhagyni a földet, hogy na most már értem, hogy miért szeretem a Bach műveket. Nem fogom egyértelműen megérteni, hogy miért jobb az egyik zongorista, mint a másik, de tulajdonképpen nem is zavar. Tehát, hogy nyilván, amikor elkezdtem, akkor azt hittem, hogy egy szép nap hátradőlök, és mint magabiztos zenekritikus azt mondom, hogy ez így van, ez meg így nincs, de azt mondom, hogy így van, meg így nincs, de tudom, hogy nem tudom, és ezt nem is akarom elfelejteni.
azt akartam mondani, hogy nagyon nagy előnyt adott Fáj Miklós azoknak a zenével foglalkozó kritikusoknak, akiknek a végzettségében a zene, mint a tanulmányai központja állt. Tehát, hogy ne ilyen bonyolultan mondjam magyarul, úgy kezdte azt egykori beszélgetést a Endre, hogy se a Kottát nem ismeri, se nem játszik hangszeren. Ez mint kizáró ok, ez nem szerepel. Ettől még lehet a zenét szeretni, de rettenetes nagy óra mennyiségben kellett pótolnia mindazt, ami nem állt rendelkezésére, mint eszköz. És hát még ez egy folyamatos. Ezzel a zenével, hogy hány órát hallgatta, és hány mindent olvasott hozzá. Hát nekem az volt a szerencsém, hogy jogi egyetemre jártam, ami egyrészt nem érdekelt, másrészt nem nagyon ellenőrizték, hogy oda bejár az ember, ott van, nincs ott, le kellett vizsgálni. És mit csinált helyette? Helyett a zenei könyvtárban ültögéltem, és hallgattam a kantátákat, hogy az Endre régi műsor. És az, hogy egy 10 különböző változatban meghallgatta már, ismeri akár 100-ban is nyilván azóta. Azt a zenének a legbensőbb tudása nélkül, tehát kotta ismeret, vagy partitúra ismeret nélkül, hogyan veszi észre a különbségeket? Mert én odáig jutottam, mint rajongó, és töredékét sem tudom annak, amit olvasok a saját írásaiban, de mégis azt gondolom, hogy azt én, hogy valami gyorsabb, mint ahogy én megszoktam, azt észreveszem. De már olyan nüanszokat, amiket olvasok sokszor, az honnan, minek a sokféle meghallgatás alapján, és mi a norma, tehát mihez képest méri? Igen, a sokféle meghallgatás, tehát tekintve, hogy az ember nem zenész, de az nagyon megkönnyíti az életet, mert ha amennyiben zenész volnék, és tudnám, hogy a Bach C-moll fugának mi az ideális tempója, de nem tudom lejátszani, hát az egy borzalmas érzés lenne. Az, hogy nem tudom, mi a tempója, és nem is tudom lejátszani, akkor azt jelenti, hogy meghallgatok 50 embert, akik eljátsszák azt a fugát, és azt mondom, ez... Melyik tetszett? Igen. Lényegében melyik tehát tetszett, melyik nem tetszett, melyik hite. A normám a más normája, ez biztos. Tehát a saját normám mindig a kritika az reagáló műfaj, tehát az nem... Tehát mégis amit mondani szoktak, hogy a kritikusnak nem állítanak. A saját vagy ízléséhez végül is valami mérni. Kijön, igen, valami kijön a sok lehetőségből, és azt gondolom, hogy valami arra fele van az igazság, és aztán megtapasztalja, hogy nem jön egy 51-dik, aki teljesen más tempóval játszol el, és mégis azt mondja, hogy ez jó. Azért érdekes ez, mert éppen a mai, vagy legalábbis ma került a kezembe, tehát tegnap jelent meg, hogy Péter Schreier, akit magam is sokszor hallottam, halála kapcsán írt egy visszaemlékezést. És ahogy jellemezte, sajnos nem tudom idézni, mert ahhoz csak éppen beletett. Csak azt tudja, ami róla szól, azokat tudja. Hát igen, azt igen. Na, szóval visszatérve, annyira kinyílt és világos volt, amit megfogalmazott róla, amit nem tudtam volna elmondani. Tehát, hogy mitől volt ő a német tenor, az a jól felismerhető, eltérő hangfajta. Hát nyilván erre törekszik az ember valamit kimondani, amit az emberek vagy nem tudnak megfogalmazni, vagy nem is akarnak, mert tulajdonképpen nem érdekli őket. Bizonyos szempontból szívesen provokálom az olvasót, nem úgy, hogy valami más mondok, mint amit gondolok, de hogy egyenesen megfogalmazom, amit gondolok, hogy arra tudjon reagálni, hogy azt mondja, hogy ez igaz, vagy ez nem igaz, vagy ez félig igaz, félig nem igaz. Azt belátod, hogyha tévedtél? Be. De nekem nem, szóval nem esik, nem képzelem azt, hogy én ezeket a dolgokat jobban tudom, vagy ezeket tudom, vagy meg, szóval néha nem is nézek utána, szóval nem lenne bonyolult utána nézni, de hát az emlékeimben így van,
Hát rosszul van az emlékeimben. Szóval ez nem... Volt olyan, amikor nagyon benéztél valamit, és mondjuk egy nagy életművel rendelkező énekes, karmester, rendező esetében nagyon oda csaptál, és később rá kellett döbbened, hogy ezt viszont azért... Igen, igen, persze, persze. Úgy értem, hogy nincs mese. Ez elkerülhetetlen. Tehát ez, amiről beszéltünk, hogy a kritikus szerepet játszik, és határozott véleményt mondok. Határozottnak állítja a véleményét akkor is, amikor az nem határozott. Tehát azt mondom, hogy hát most teljesen összeomlotta. Orott nem omlott össze, csak nem értettem meg, hogy mi történik, de nem lehet, tehát nem lehet, lehet biztonsági kritikákat írni, de nincs értelme. De te a zenészek esetén is a külcsínt ennyire fontosnak tartod? Nem szeretném névvel mondani, de egy nagy zeneértő emberről te azt írtad, hogy gratulálsz végre az új fogsorához. Igen, azt vissza is mondtam egy hét múlva egyébként, szóval az nagyon megbántam, mert az tényleg az volt, amikor megcsúszik az ember tolla. Igen, szóval az egy héttel később ugyanabban az újságban az helyen azt mondom, hogy tök hülye vagyok. Hát, szóval tényleg... Ilyenkor magad jössz rá, vagy van valaki, aki azért ilyenkor figyelmeztet? Itt azért a főszerkesztői nyomás is, nem volt nyomás, csak figyelem felhívás, hogy nem gondolom-e, hogy ezt megjelentették, tehát nem az volt, hogy ők ezt olyan felháborítanak tartották volna, de hát megjelent az újságban, igaz, hogy akkor az éstak talán akkor úgy szerkesztették, hogy ami bement, az kijött, mármint egy ilyen automata bedobta az ember a kézet, és arról kijött az újság, de azóta ez egyébként változott az élet és irodalomban is. Elfogadta az említett úriember a bocsánat kérésed? Bizony, hogy kezet ráztunk, sőt, még az is volt, hogy valamiről beszélünk, és mondta, hogy annyira ugyanaz a véleménye az egyik Wagner előadásról, hogy ő most meghajtja a fejét, és mondtam, hogy jó, meghajthatja, de akkor én is meghajtom, és akkor ott hajlongtunk egymásnak a kongresszusi központban. Szóval nagyon nagy vonalúan kezelte ezt a dolgot, úgyhogy elmondjuk a nevét, vagy ne. Rád bízom, ha gondolom. Ez Batta András volt, és öröm volt, szóval nekem az nagy öröm volt azt látni, hogy hát nem az, hogy milyen, hanem hogy mennyire fölém emelkedik ebben. Tehát ez a gesztus mennyivel többet jelent, mint az én ostobasságom, amit írtam. Verés beígértek, úgy verés, tudom. De nem naponta, szóval úgy értem, hogy hát 30 év alatt mondjuk kétszer, és egyszer megindult felém Kovács János karmester, pedig egy béketűrő ember, de látszott, hogy de aztán szóval ezért aztán ez nem történt? Sok. Lehiggadt? Karon fogta valamelyik, azt hiszem a ifjabb Palcsó Sándor is elvitte, hogy ne legyen botrány. De ő azzal a szándékkal indult el, hogy be most neked egyet? Érzem, igen, de nem a saját maga miatt, hanem a feleségét védte, aki a Sudlik Mária operaénekes volt, és hát nem volt szerintem, akkor nem volt abban az állapotban, hogy a végzett hatalmát kellett volna énekelni, és... Hát egyébként a két embert, aki ismeri, és meg kell vívnia vele ökölharcban, vagy bármilyen, Sudlik volt a nehezebb lett volna, az biztos. Igen, ugye klasszikus, a BKV-nál dolgozott, és felfedezték, hogy milyen fantasztikus hangja volt, és hát szóval az önmagában egy gyönyörű történet, és aztán egymásra találtak Kovács Jánossal, de hát sajnos azóta elhunyt, úgyhogy nem vidám ennek a történetnek se a vége. Szóval tehát igazából nem, ez nem voltak igazán veszélyes pillanatai a pályának, még lehetnek persze, de úgy értem, hogy a barátom, Orsós László Jakab, őt megverték feltehetőleg egy tévékritika miatt, tehát őt hozzá fölcsöngettek, hogy az IKEA-tól jöttünk, kinyitotta az ajtót, és megütötték. Tudja is, hogy ki volt a felbújtó? Hát sejti, de én szerintem sincs értem megverni valakit, azt nem mondjuk meg, hogy az mi voltunk, és azért kaptad, mert, hanem csak bejön valaki, és orrba vág, hát az nem egy értelmes reakció, de hát... Te számolsz azzal, hogy egyszer te is erre a sorsra juthatsz? Hát, régebben számoltam, szóval benne volt, hogy hát jó, egyszer lehet, hogy... De hát annyira nem érdeklem magamat, vagy hogy mondjam, hát ha így van, nem szeretném, hogyha bevernék a fejemet, de emiatt nem fogok semmit sem másképp írni, vagy csinálni. Tanár úr azt mondta egy interjúban, hogyha betesz egy komoly zenét, időnként ez önnel előfordul, sokszor úgy bőgök, mint egy szamár. Képes a komoly zene ilyen mély érzelmeket rindítani önben? Ezek szerint. Gyanús, ha azt mondod. Van egy barátom, aki, bocsánat, csak az van, aki azt mondta, hogy
Az rendben, hogy az ember az emberor zongora versenyt hallgatja, és elerednek a könnyei, de most fülhallgatóval hallgatta, és az, hogy a könnyei belefolynak a fülébe, az már nagyon, nagyon idegesítő, mert úgy, hogy a dróton keresztül. Nem, de egyébként a életkorral is együtt jár. Sokkal könnyebben érzékenyedek el. Egyszerűen azért, mert a zene fölidéz egyszer, mint túl a maga mi voltán, még föl is idéz emlékeket. Tehát van, ami abban a pillanatban megjelenik az opera, megjelenek azok, akikkel eleinte hallottam, megjelenik a saját világom, nem képekben, de egy pillanat alatt az a hangulat megrohan, és akkor bizony így van, igen. Tanár úr meg tudja ezt fogalmazni, Miklós sem tudott erre semmilyen érvényes választ adni. Én, aki miután elhangzott, hogy semmilyen kapcsolódásom nincs a komoly zenéhez. Hogy aki viszont ezt nagyon szereti, és érti, és érzi, annak milyen fajta örömet okoz az, hogy hallgat egy nem tudom hány órán keresztül és adott esetben valami fajta komoly zenét. Legyen az kantáta, vagy opera. Mi ebben a jó? De hát ez az, amit mondtam, hogy az elén rájöttem, hogy ennek, bocsánat, hogy elvettem a szót, hogy ezt csinálom napjával 4-5 órát hallgatom, és rá, és tudom, hogy ez jó, vagy érzem, hogy ez jó, érzem, hogy ez rossz, de mitől jó? Miért kell sírni az Emperor zongora versenyen, hogyha nem azért, mert fölidézi elhunyt nagymamám emlékét, hanem csak úgy játsz a Rubinstein, hogy ott üti, és egyszer csak azt érzem, mert hogy jó, és most akkor visszaadom a szót, hát ha ő meg tudja. Egyet értek. Hát kedves hallgatóink és nézőink, nem tudom, hogy mennyi kispolgári bölcsesség hangzott el ebben az egy órában. Sok. Még nem sikerült definiálni ezt a fogalmat. Minden esetre én nagyon köszönöm Vitrai Tamásnak és Fáj Miklósnak. Én is köszönöm.